Egy nagyváros forgalma elképzelhetetlen vezérlés vagy szabályozás nélkül. Ha a rendszer nem elég tökéletes, az emberek elkésnek és bosszankodnak. A szállítmányok nem érnek el időben a gyárakba, üzletekbe. A lépésben haladó járművek gázai pedig fokozottan szennyezik környezetünket. Érdemes tehát egyre korszerűsödő technikánkat segítségül hívni. Nézzük meg néhány útkereszteződésben, hogy a vezérlés vagy szabályozás milyen formáival találkozhatunk. Miért nem történt baleset? A kereszteződésen folyó forgalom vezérlését egy közlekedési szabály, a jobbkéz szabály biztosítja, vagyis a jobbkéz felől közeledő járműnek van elsőbsége. Miért nem engedik a jobbról érkezőt? Mert ennek a kereszteződésnek a forgalmát közlekedési tábla vezérli. Ekkor a forgalom esetén az elsőbségadásra kötelezett kocsisor áthaladása egyre nehezebben megoldható. Persze nem csak a forgalom, hanem a vezérlés módja is fejlődik. A lámpák tehát vezérlik a forgalmat, de mi vezérli a lámpát, vagyis a forgalmat? A látszólag egyszerű szekrény bonyolult szerkezetet rejt magába. A közlekedés igényeinek megfelelően a lámpavezérlések egyre modernebb változatait fejlesztették ki. Ez a lámpa egész nap egyforma ütemben vált. A csúcsforgalom lebonyolítására már nem a legalkalmasabb.
forgalomszámlálás alapján a különböző napszakoknak megfelelő programok készíthetők. Értem, ezeket már csak a megfelelő időpontban be kell kapcsolni. A rendszer szinte tökéletes. Váratlan problémákat a vezérlés nem tud megoldani. A kereszteződésen áthaladó mentőautó útját biztosítani kellene. Útlezárás miatt néhány útvonal forgalma jelentősen megnövekedhet. Az előzetes felmérések alapján készített programok már nem képesek a torlódás megszüntetésére. Ennek a kereszteződésnek a forgalma pedig egész nap rendszertelenül változik. Az előre programozott vezérlést szabályozással kell felváltani. A szabályozó érzékeli a zavaró hatást, és beavatkozásával a lehetőségekhez képest igyekszik azt kiküszöbölni. Ember betöltheti a szabályozó szerepét úgy is, hogy a forgalom tényleges helyzetét figyelembe véve váltja az előre elkészített programokat. A növekvő forgalom igényeinek megfelelően kifejlesztették azokat az automatikus szabályozókat, amelyeknek az úttestbe épített érzékelői a felettük áthaladó forgalom szerint kapcsolják a lámpákat. Nagyobb úthálózat forgalmát összehangoltan szabályozni már csak számítógép képes. Persze mindenre, még a számítógép sem készíthető fel.